Megváltozik a Máté Szalkai köztemető arculata, jelenleg is folyik a munka a sírkertben. Idén teljes aszfalt burkolattal látták el a régi utakat, megszüntették a bosszantó kátyukat, és közel 1200 négyzetméteren új szilárd burkolatú utakat készítettek, amelyeket később aszfaltozni is szeretnének. Ez a beruházás meghaladja a 20 millió forintot. A földutak egy része eltűnt, azokon a helyeken, főleg ahol a legkritikusabbak voltak az Urna sírhely környékén a körülmények. A többi helyen saját kivitelezésbe készítjük az utalapokat elő, amit ezen a területen, ezen a homokos területen, a későbbiekben a megülepedett területre majd aszfalt burkolattal lehet ellátni, és reméljük rövidesen arra is sor kerül. Emellett megtörtént az új sírkert kialakítása is. A 120 új sírhely egy részét már meg is vásárolták a lakosok. Új urna sírhelyeket is építettek, ezeket Európai Uniós színvonalon készítette el a Szalka Víz Kft. Az ügyvezető tájékoztatása szerint most 50 évre elegendő temetkezési helyen rendelkezik a város. A temetkezés mellett a parkolás kérdését is igyekeznek megoldani. A Nyírmegyesi út mellett úgy álltak egy temetés alkalmával a gépkocsik, hogy közlekedni se lehetett jóformán. Visszavette a város, illetve kialakította a város a rutinpálya területén azt a parkolót, ami a temető parkolója, alapvetően erre a célra szolgál. Összenyitottuk a két parkolót, a bejárattól megközelíthető, illetve a rutinpálya parkolóját, és kialakítottunk az iroda mellett egy külön bejáratot, hogy ne kelljen körbejönni a gyalog érkezőknek a temetőbe. Itt ezen a részen, különösen akik itt a régi temető oldalán vannak elhelyezve, azok a sírok közelíthetők meg, de bármikor, bárhol. Tervezzük azt, hogy a temetőbe a kapukat, a személy bejáratokat folyamatosan nyitva tartjuk, mert ha valakinek olyan igénye támad, akkor bármikor eljöhessen a szeretteihez. Az ügyvezető hozzátette, a tervek szerint a teherforgalom megszűnne a főbejáraton, és csak az oldalbejáraton közlekedhetnének a gépjárművek. A Mátészalkai köztemetőben nem csak az utakat építik, hiszen mindezek mellett megoldották a szemétszállítás kérdését, és a tervek szerint a víznyerő helyeket is rekonstruálják majd.